Sziasztok! Én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe az alvás mennyiség egyenlő a sikerrel. Én írtam az Ingatlanos Álmok című könyvet, enyém az Ingatlanos Álmok Klub. Amennyiben felkeltettem az érdeklődésedet és jó a videó tetszik, akkor nyom egy lájkot. Ha hiszitek, ha nem, tehát ez egy nagyon fontos kérdés. Most nem az, hogy akkor egész nap aludni és már lustálkodok és csak azért nem akarok a dobogós lenni a lustálkodási világbajnokságon, mert akkor fel kell kelnem és fel kell másznom a dobogó második, harmadik, első fokára. Tehát, hogy nem erről van szó, de egy pihentető, én nekem legalább egy 8-9 órányi alvás kell, egy 8 minimum, és ha hiszétek, ha nem, azóta váltam sokkal hatékonyabbá, mióta megtanultam korábban lefeküdni. Eddig nekem egyébként mindig úgy volt, hogy 11 óra volt, tehát én nekem 11 óra ez a határ, ahol ha azon túlnézek tévét, vagy bármit csinálok, akkor mástól fáradt vagyok, hülye vagyok, ezt ugye a környezetem meg is inli, tehát ő nekik sem jó. Tehát rájuk is tekintettel kell lennem. Ez a 11 óra volt a határ. Ott még nyugodtan pihent voltam, mit tudom én, de mióta van, ugye attól függ, mikor kelek, stb. De azt mondom, mióta egy olyan 10 óra körül, fél 11, tehát kicsit korábbra tettem ezt az egész történetet. Korábban kelek, ha hiszitek, ha nem, egyébként magamtól sok esetben 6 órakor felkelek, ami hát én nálam azért nem is szokott ilyen előfordulni. Viszont magamra tudom fordítani azt az időt, és minőségi időt fordítok magamra. Tehát egyrészt én tanulok németet reggel, akkor olvasok üzleti könyveket. Most már nyugodtan mondhatom, az online katapult egyik könyvét olvasom, már nincsenek, sajnálom őszintén. Nagyon jó, tehát tanulok valamit, tehát szellemileg feltöltöm magam. Nyilván a telefonom ki van kapcsolva, tehát ez a önmagamra fordított óra, ami eddig max. Egy óra volt, vagy fél óra, most hát egy-másfél órává sikerült felfejleszteni, és sokkal jobb. Tehát nem van összetén, sokkal jobban érzem magam, sokkal vidámabban kelek, jobban telnek sokkal a napjaim, és alig várom, hogy újra idézve ezt csinálhassam. És amikor te ide eljutsz egyébként, és itt fog számítani az, hogy igenis, akkor te magadtól le fogsz feküdni időbe, mert pihentető lesz az alvás, kényelmesen kipiheted magad, jobban érzed magad, és én alig várom mondjuk, hogy reggel azt az időt magamra fordíthassam, és végre valami jót vagy többet tanuljak, többet tudjak, hogy a vállalkozásommal ezáltal is ugye, illetve befektetéseimmel is egyre jobb legyek. De ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, és nagyon érdekes, mert ugye mindenki egy órát javasol itt az aranyóra vagy erőóráját, tehát reggel felkelsz, relaxálsz 20 percet, akkor 20 percet olvasol, meg 20 percet tornászol, hát én reggel nem fogok tornászni senki kedvéért, azt mondom, hogy én edzek minden nap, ha kell délután meg este, de reggel biztos nem. Viszont én nekem ez inkább ilyen kis relaxálás, attól függ 10 perc, 15 perc, és utána viszont legalább egy órát olvasok. És én azt mondom, hogy hetente legalább egy könyvet ki szoktam olvasni, ez a minimum, ennél inkább csak több lehet, és mindegyik olyan, ami nekem nagyon érdekes, ami nagyon érdekel. És hát olyannal foglalkozhatsz reggel, ami téged nagyon érdekel, és alig várod, hogy csinálhasd, tehát sokkal jobban fog indulni a napod, és itt belül ráadásul, ez a lényeg, ez egész, hogy belül sokkal jobban érzed magad. Nem is tudom összemérni, akár csak az egy vagy a két évvel azelőtti önmagamhoz, holott akkor sem volt rosszodom, nehogy félrejtsen valaki, de nem is tudom mérni még ehhez sem. Tehát én azt mondom, hogy találd meg te is azt az időt, ami minőségi időt tölthetsz úgymond önmagaddal, önmagad képzésével, és ez meg fog térülni a más nem lelkiekben mindenféle szempontból, és tehát ezt az érzést, ez egy örömérzés egyébként, és hogyha már így éled az életed, akkor is nagyot lépti előre, és ha még a befektetésedből jön a pénz, akkor gyerekek, szuper, jó? És ilyenkor vannak egyébként a teremtő ötletek is, amikor pihent az ember, pszichésen nincs nagyon terhelve, nem valami hülye gyerekkel, reggel korán merül valamit éppen csak kérdezni akar, amire aztán kikíváncsi, én szoktam ezeket hajtani régen, most már nyilván nem kapcsolom be a telefont. Tehát, tehát igenis azt mondom neked, hogy szállj időt magadra, egyrészt feküdjél le időben, pihentető alvás, pihend is ki magad, és reggel is fordíts magadra legalább egy órát, nekem a másfél óra jön be jobban, és minőségi életet fogsz élni, ha hiszed. Nekem ez sikerült elérni, úgyhogy hajrá! Sziasztok!